Szép jó estét kívánok! Köszöntöm az új esztendőben kulturális magazinunk a Paletta nézőit január 4-én, kedden, 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először beszámolunk a Mesélő Házak projekt zárórendezvényéről, majd ellátogatunk az Alba Régia Szimfonikus Zenekar hagyományos újévi koncertjére. Tartsanak velünk! Az Igézőben tartották meg a nagyívű Mesélő Házak program záró rendezvényét. Az esten a megvalósításban közreműködők osztották meg gondolataikat az érdeklődőkkel. A Színtér Egyesület az Igézőben rendezte meg a Mesélő Házak audiovizuális térélmények Hangzó utcai múzeum című programjának projekt záró találkozóját. A kerekasztal beszélgetés keretében Nagy Judit, a program kurátora és a projekt résztvevői, kutatók, szakértők, szerzők számoltak be az elvégzett munkáról, illetve a jövőbeni terveikről. Mi már korábban is elkezdtünk a város történetével foglalkozni, a művészet eszközeivel próbáltuk földolgozni a városhoz kötődő történeteket, és különböző formanyelvet használtunk hozzá, hol színházit, hol filmest, videóst, hol pedig intermédiás eszközöket, és ezzel elkezdtünk kísérletezni. És nekem nagy vágyam volt, hogy megszólaltassuk ezeket a házakat, mesélő, beszélő, zenélő házak legyenek Székesfehérváron, hogy amikor a Szabad Színház például nincs itthon, mert mondjuk szabadságra megy, vagy egy fesztiválon van, és egy turista a főutcán sétál, akkor tudja a házakról, hogy milyen történetek kötődnek hozzájuk. És hát így született meg a Mesélő Házak ötlete, és szerencsére volt egy olyan ESZA pályázat, helyi akciócsoportos pályázat, ahonnan a forrást is tudtuk ehhez a kísérlethez biztosítani. Hiszen ez a művészeti és kísérletező munka nem ért véget. Ez egy pilot projekt volt, kifejezetten az volt a cél az egész programban, hogy kikísérletezzük azokat a módszereket, eszközöket, művészeti eszközöket és formanyelvet, ami tetszik az embereknek, ami eljuttatja a régi korok üzenetét a mai kor embere számára. Nagyon fontos kérdés, hogy ez a pályázat nem ért véget, hiszen számtalan olyan program vár még a székesfehérváriakra, ami től egyre jobban megismerhetik a várost. Igen, igen, mindenkinek van kedvenc helye a városban. Mentális térképezésnek hívjuk azt, amikor ilyeneket térképezünk föl, hogy melyek ezek a kedvenc helyek, és természetesen az arculat alakítás szempontjából is vannak kedvenc helyek, és fontos helyek a városban. Mik ezek például? Hát azok, amelyek például egy középkori európai város arculatát meg tudják határozni. Ilyen például a Nemzeti Emlékhely, vagy Szent István szelleme, szellemisége, vagy akár Szent László, aki ugye László király, aki szenti avatott a Szent Istvánt, vagy például a török időkből a Varkocs, a legendás Varkocs kapitány, akit kizártak a háládatlan székesfehérváriak, vagy Mátyás király, akinek az esküvőjét ismerjük, és annak részleteit Székesfehérvár történetéből is, akkor még csak a középkornál maradtam. Hát még rengeteg újkori történet is van, és nemzeti ünnephez kötődő történet is, lásd 56 például. Mindenből próbáltunk mutatni mindegyik korból valamit, akár irodalmi, akár kulturális, akár történelmi érdekességet, és megpróbáltuk ezt a pilot, ezt a kísérleti programot úgy összeállítani, hogy azért mindenből kapjunk egy kis ízelítőt, olyan, mint egy kis kóstolótál, és persze elmondom majd az est folyamán azokat az ötleteinket is, amelyeket nem vetettünk el, csak most nem tudtuk megvalósítani. Egyrészt mert pandémia volt, másrészt meg olyan hosszú engedélyeztetési eljárások kötődnek hozzá, mert nincsen gyakorlata a hivataloknak abban, amit mi engedélyeztetni akarnánk, tehát hogy nem tudják rubrikázni, nem tudják hova besorolni, és ez nagyon megnehezíti a dolgokat. Ugyanakkor sikerült számtalan szakirány jeles képviselőjét megnyerni ennek a munkának, segítő szándékkal csatlakoztak hozzátok.
Így van, hát mindenképpen megemlíteném a Kőszegi Kutatóközpontot, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetét, és benne Miszlivesz Ferenc professzor urat, aki egyáltalán a Pannon régióban gondolkodva a kreatív városokban hisz, és ebben publikál már 10-20 éve, és arra helyezi a hangsúlyt, hogy a városvezetők lássák, hogy nem két pólusú a kultúra és a gazdaságfejlesztés, hanem ez a kettő nagyon is összeér. Tehát a Kreatív Városok Program és a Kőszegi Kutatóintézet volt talán az alap indítatása ennek az egész projektnek, hogy én ezt tudományos részletességgel és alapossággal is megláthassam. És aztán természetesen helyi kutatók, szociológusok, könyvtárosok, újságírók gyűjtöttek adatokat, sztorikat, közösségi médiafejlesztők segítettek, együttműködtünk az Alba Innovárral és az okos térkép alakító fejlesztő társasággal, a Turinformmal. Én nagyon-nagyon szeretem az együttműködéseket, a hálózatos együttműködéseket, és azt gondolom, hogy ez visz előre, tehát én soha nem zárványfejlesztésekben gondolkodom, hanem mindig olyanokban, ahova az embereket be lehet vonni, intézményeket, embereket, közösségeket, a városi polgárokat, gyerekeket. Essék szó, hogyan továbbról? Hát ahogyan tovább, az a legizgalmasabb kérdés mindig, mert én nem tudok kifogyni az ötletekből e tekintetben, és sokszor mondják az egyesületen belül is, a társulaton belül is a tagok, hogy annyi minden van a fejemben, és ők még olyan keveset hallottak ebből, még ők is nagyon keveset. Hát többek között mire lehet ezt használni? Ugye az alkalmazott kutatásokat mindig ott az a kérdés, mire tudjuk használni. Egyrészt ugye a turizmusban, a szolgáltatásfejlesztésben, a turisztikai programfejlesztés, attrakciófejlesztés nagyon fontos felhasználási terület, másfelől pedig a művészeti munkában, és mi is így is tudjuk szolgálni a várost, hiszen olyan érdekességeket lehet csinálni. Emlékezetszínház, nagyon izgat ez most engem, emlékezetszínházat fogunk csinálni. Az első ilyen feldolgozott épület pont Basa utca lesz, itt a Basa utca egy szám alatti épület, amely megvan személyes visszaemlékezésekben is, ennek a háznak a története, a lakói, és szerintem ezek nagyon érdekes, izgalmas dolgok, amikor nem a szokott módon mutatnak be egy várost, vagy annak egy részét. Sohonyai Edit a program közösségfejlesztő hatásairól és távlatairól osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. A kiváló író számára a pályázat lehetőséget biztosított a Kossuth utca múltjának megismerésére is. Igazából a Kossuth udvarban van egy kicsi beszélő, mesélő hely, ez a mi galériánk. És van egy barátnőm, úgy hívják, hogy Benkő Andrea, ő a Kossuth Rádió szerkesztő riportere, és múzeumok éjszakáján ezelőtt egy 6 évvel az jutott eszébe, hogy milyen érdekes a Kossuth udvar. Gyakorlatilag Fehérváron ott összpontosul szinte a művészeti élet. Itt volt régen a Pelikánfogadó, ahol nagyjaink a Petőfi Sándortól, Jókai Mór és Rabolfalvi Rózától kezdve mindenki megfordult. Most pedig ott van a Pelikán udvarban egy régi színházhelyiség, ott van a Fehérvári Művészek Társasága, akkor még az udvarban lakott Hegedűs Kettő László és Debreceni Kati az Animonótól, ott van Varró János és Kislaci a fotográfus, és Árpival, Kovács Árpád festőművésszel együtt mi is. Miért nem lehetne egy interjú sorozata? Gáspár Szilvikét kihagyta. Ő egy nagyon neves jazz énekesnő. Hogy mi volna, ha készítenénk egy interjú sorozatot, és akkor múzeumok éjszakáján megfűzni őket, hogy lépjenek fel, természetesen ingyen, hogy az udvar egy kicsit megmutassa magát. És aztán elkezdtem interjúzni, és rájöttem, hogy a Kossuth udvarnak milyen nagyon érdekes múltja van. Ott volt Smohai András őseinek kalapos műhelye, ott volt Cserta Juditka, mostani Rév drogambulancia volt vezetőjének, az édesapjának a műhelye, Bón kefekötő, ott volt Gógl Árpád és a felesége, aki közjegyző volt, a kis műhelye. Ott volt Kovács Jenő órásmester, és hogy elkezdtünk felfűzni
egy udvar történetet, és egy nagyon érdekes végkövetkeztetése jutottunk. Az a hely évtizedek, de az is lehet, hogy évszázadok óta egy becsületes, dolgos, optimista embereknek a tárháza volt. Magony Imre a Vörösmarty könyvtár munkatársaként és íróként is elkötelezte magát Székesfehérvár múltjának és jelenének feltárásában és megismertetésében. Belvárosnak van igazán komoly múltja ilyen értelemben, hogy a történetek a legtöbb a belvároshoz kötődnek. Hát amivel én foglalkoztam az utóbbi időben, ez a Fehérvár bűncselekménynek és rendőrségnek a története, és ennek kapcsán azokat a történeteket illesztettem ehhez a projekthez, amik ezekhez a belváros épületekhez köthetők. Természetes, hogy minden különleges, amit a köznapi ember nem tud, de melyek azok az alapvetések, amelyekre felhívod ebben a projektben a figyelmet? Hát az, hogy ezek az épületek, amik még ma is állnak, hogyha elmegyünk mellettük, akkor ha ezeket a történeteket ismerjük, akkor talán egészen más szemmel nézünk rájuk. Tulajdonképpen élő múltak, és színesítik annak az épületnek a történetet. Ha bemegyünk, betévedünk egy színház, vagy egy kávéház, vagy egy lakóház, akkor egészen más benyomásunk lehet arról a helyről. Azt gondolom, hogy ez segít ez az egész projekt ehhez talán. Váci Márk az elmúlt időszakban számos komoly a város történetét, múltját feldolgozó munkával jelentkezett. Így természetes volt, hogy csatlakozik ehhez a nagyívű projekthez is. A legfontosabb helyszín és épület nyilván a Feketesas szálló, kávéház és étterem volt, hiszen ugye ehhez kötődöm a leginkább a Feketesas társaság révén. Sikerült egy alkalommal bejutni is az épületbe közönséggel együtt, illetve hát a társaságunknak két kiadványa is megjelent az idei évben ezzel kapcsolatban. Az egyik az egy novella pályázatunkhoz kötődik, ami a Feketesasban történt eseményeket dolgozza fel sajtócikkek alapján, a másik pedig magának az épületnek a története. Ezen belül kifejezetten az érdekes történeteknek, az építéstörténetnek a mozzanatai, és hát természetesen a belvárosnak és más városrészeknek jellegzetes építményei. Gondolok itt a Városháztér egyes épületeire, ahol különböző események történtek, például betöréses lopás a 30-as években, aztán a Magyar Király szállóban megesett különböző lovagias ügyek szintén terítékre kerültek ebben a történetben, de ugyanígy foglalkoztam az igézőnek helyet adó épülettel is, bár hát erről azért sokkal többet tud és írt is nálam Bobori Zoltán, tehát az ő anyagait használtam fel és örömmel vettem tudomásul, és örömmel hallottam, hogy ő is részt vesz természetesen ebben a projektben. Nagyon fontos kérdés, hogyan tovább? Hiszen nyilvánvaló, hogy egy projektzáróval maga a projekt története nem ér véget. Hát van egy nagyon jó nagy kanizsai példa, amit szeretnék itt Székesfehérvárra is elhozni. Ez a kanizsa házról házra, ezt szeretném én Székesfehérvár vonatkozásában, Fehérvár házról házra címmel leírni és elkészíteni, mert azt jelenteni, hogy Székesfehérvár egykori és jelenlegi lakó és középületeinek teljes katasztere, az azt használókkal, azt lakókkal, építőkkel, építtetőkkel és hozzá kapcsolódó történetekkel megjelenne. Tehát ebben is nagyon jó segítséget nyújt ez a projekt, illetve az eddig tartott városnéző séták és előadások anyagát is természetesen szeretném feldolgozni. Igazából az lenne a cél, hogy személyesebbé tegyük Székesfehérvárnak az épített környezetét ezeken a történeteken, sorsokon keresztül. Bobori Zoltán a Vörösmarty Társaság elnöke számára, aki a Basa utcában nőtt fel, kivételes dolog volt újra felidézni a belváros szívében megélt történéseket. Először is minden dicséretet megérdemel ez a kezdeményezés. Nagy Juditék, azt hiszem, hogy ismét egy olyan fába vágták a fejszélyüket, ami nem egyszerű és nem könnyű, de hát ez egy nagyon jó közösség formáló és közösség erősítő kezdeményezés, és szintén igazi lokálpatriotizmusra val, és arra, hogy tényleg szükség van arra, hogy fehérváriak, akár itt a főutcaiak, emlékezzünk mindarra, és emlékeztessünk mindarra, ami történt velünk, vagy itt az elmúlt évtizedekben, én most már mondhatom, hogy az elmúlt 75 esztendő alatt. Tehát ez kiváló kezdeményezés, örülök, hogy részese lehetek. A Basa utca egy különlegesen fontos számodra. Hát ifjúságom és fiatal felnőtté válásomnak a helyszíne. Megalapozott szinte mindent az életemben a Basa utca. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel gondolok mindig rá,
és hát órákat tudnék beszélni róla, a gyerekkoromról, arról, ami a Vasa utcában történt, az ott élőkről. Úgyhogy örülök, hogy ezt megtehetem most. Kocsis Noémi is kiteljesedhetett ebben a programban, hiszen felelős újságírói attitűdje szervesen illeszkedik a program célkitűzéseihez. Nagyon jó hangulatú, és szerintem egyébként eléggé gyümölcsöző folyamaton vagyunk túl, ami, így ahogy mondod, nem zárul, meg nem is zárulhat le, hiszen mindig, ahogy megpiszkálunk egy felületet, újabb és újabb rétegek kerülnek elő, újabb és újabb történetek. Szerintem egy hallatlanul izgalmas feladat és egy nagyon izgalmas folyamat tovább görgeti ezt a fonalat, és nagyon remélem egyébként, hogy még ez hosszú évekig a köztudatban marad, és még sokat beszélgethetünk arról, hiszen valamennyiünknek, akik Fehérváron lakunk, megvannak ezek a kis sztoriaink, meg mindig újabbak merülnek fel, ahogy egyre több emberrel beszélünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy még sokszor fog ez a téma előkerülni a közeljövőben. Melyek az alapvetései a te munkádnak, amivel hozzájárultál ehhez a projekthez? Én elsősorban legszívesebben sajtótörténettel foglalkozom, illetve tehát a sajtó eszközeivel próbálom ezeket a kis történeteket, meg sztorikat kikutatni. Főleg a dualizmus kora utáni fehérvári sajtó, egészen mondjuk ilyen a 70-es évekig. Ezek nagyrészt megvannak a városi intézményekben, a könyvtárban, a levéltárban, valódi nyomtatásban bekötve, vagy pedig mikrofilmen, tehát hogy ezeknek az átnézése és aprólékos forráskutatása az én feladatom. Egy a művészet eszközeivel operáló közösségfejlesztő programzáró rendezvény sem maradhat művészeti események nélkül. Az esten Kópiás Gabriella közreműködésével megnyílt Kovács Árpád kiállítása, amely a város utcáit, tereit mutatja be, kicsit másként. Én el tudom így képzelni Fehérvárt. Jobbára így áll össze bennem egy ilyen vízió, amikor jövök, megyek, kalandozok, többnyire gyalogosan vagy biciklivel járok a város szerte, akkor ugye sok vizuális motívum, inspiráció összegyűlik egy ilyen kis elsuhanás során, amiket aztán megpróbálok egy képpé gyúrni. Tehát egyfajta sűrítés szándék is benne van ezekben. Megőrizni a legszebb mozzanatokat, vagy megidézni, felidézni ezekkel a kis képekkel, és hát ha lehet, akkor valamilyen harmóniába rendezni. És ezek az évek, ezek a kicsit ilyen egymásba oltódó vonalak, erővonalak, vagy éppen egyenes struktúrák, ennek a harmónia teremtés szándékát tükrözik, ebből fakadnak. A megvalósításban közreműködő Szabad Színház és a Színtér Egyesület várja visszajelzéseket, további ötleteket és javaslatokat az igéző 2014@gmail.com e-mail fiókba, vagy a 8000 Székesfehérvár Basa utca 1 szám alatti igéző postaládájába. A Vörösmarty Színházban tartotta meg hagyományos újévi koncertjét az Albarégia Szimfonikus Zenekar. Az esten fellépett Boros Csilla, a nemzetközileg is elismert operaénekes. Az Albarégia Szimfonikus Zenekar Dobszai Péter művészeti vezető dirigálásával, sokszínű műsorral várta a székesfehérvári zenebarátokat hagyományos újévi hangversenyére a Vörösmarty Színházba. A program első felében Bécs nagy muzsikusa, a Keringő király, ifjabb Johann Strauss elbűvölő dallamai csendültek fel a zenekar előadásában. Az első dallamokat rendhagyó módon, ugyanakkor a hagyományokhoz hűen Cserpakovics András polgármester is dirigálta. Nem csak beleesünk egy új esztendőben, hanem megvannak azok a programok, amik lehetőséget és keretet adnak nekünk ahhoz, hogy egymásnak, magának a város közösségének is békés, boldog és hát egészségben különösen gazdag új esztendőt kívánjuk. Ugye a tavalyi évet nem így tudtuk elindítani,
hiszen 2021 elején ezeket a rendezvényeket nem lehetett az akkori szabályozásokán a járványhelyzetre tekintette megrendezni. Most nagy öröm, hogy meg tudtuk tartani, ahogy az adventi programokat, az évvégi programokat, így a január 1-i hagyományos programokat is. Sokan voltak a szerencsehozó lencseosztáson is, nagyon sok család jött el, aminek örülök, sok gyermekkel. Kívánhattunk egymásnak boldog új évet, és most pedig itt vagyunk az Alba Régia Szimfonikus Zenekar újévi koncertjén, ami mindig gyönyörű programot ad a kultúra szerelmeseinek, a zene szerelmeseinek. Nem csoda, hogy el is vitték gyorsan, el is kapkodták a jegyeket, és így méltó módon tudjuk elindítani a 2022-es esztendőt. Én kívánok ezúton is minden fehérvári családnak békés, boldog új esztendőt. Polgármester úr, miként készült arra a hagyományra, hogy természetesen most is Bécsi Keringőt vezényel? Hát, azt, hogy azt vezénylek-e, vagy csak általában vezénylek, az mindenki fantáziájára bízom, hogy el tudja dönteni. Nyilván ez mindig egy kis érdekes színfoltja ennek az újévi koncertnek. Tavaly évben ezt megúszták az emberek azáltal, hogy nem volt koncert. Most az első 10-15 másodpercben én fogok vezényelni, de mindenkit megnyugtatok, hogy utána azért profikra bízzuk, és az év további koncertjei már nem lépek föl, úgyhogy bátran lehet jönni az Alba Régia Szimfonikus Zenekar koncertjeire. Azt hiszem, hogy ez egy szép felvezetése mindig egy esztendőnek. Én ilyenkor mindig izgulok, de aztán túlesünk rajta, és élvezzük magát a koncert csodáit. Ruf Tamás, a zenekar igazgatója örömének adott hangot, hogy a tradicionális esten olyan programokat kínálhatnak a közönségnek, amely Boros Csillának, a világhírű operaénekesnek is köszönhetően egyedülálló zenei élménnyel gazdagítja az est vendégeit. A zenekarnak a legnagyobb ajándék és öröm, hogyha játszhat. És nagy öröm, hogy Boros Csilla művésznő elfogadta a felkérésünket. Első hívásra gyakorlatilag örömmel. Nagyon kihangsúlyozta, hogy Székesfehérvárra bármikor örömmel jön, és kifejezetten új évkor pedig tényleg egy szép évkezdés elé nézhetünk a közreműködésével. A zenekar pedig, hát most már túl vagyunk egy hét próbaidőszakon, és azt mondhatom, hogy nagy várakozással készültünk erre a ma estére. Visszakanyarodtunk egy kicsit a régi klasszikusokhoz, nagyon sok Strauss-t fognak hallani a nézők, és természetesen művésznő közreműködésével, az ő csodálatos szólójával opera részleteket, gyönyörű szopránáriákat, úgyhogy én magam is nagy várakozással vagyok a ma estével kapcsolatban. Mit hozhat a boldog új év a szimfonikus zenekarnak? Én azt gondolom, hogy sok-sok szép és jó hangversenyt, minél több és sikeresebb koncertet. Nekünk, ahogy az imént is említettem, a legnagyobb ajándék, ha játszhatunk. Én szerintem az egész ország és a teljes művészvilág ezt megtapasztalta, hogy nem annyira természetes, hogy színpadon lehetünk, hogy játszhatunk, hogy azzal foglalkozhatunk, amire felesküdtünk, amit szeretünk. Bízunk abban, hogy egyre inkább túl leszünk ezen a nehéz vírus helyzeten, és végre játszhatunk folyamatosan. A hangverseny dirigense, a zenekar művészeti vezetője Dobszai Péter volt, aki ezúttal is bizonyította, hogy kiérlelt, magas szintű zenei munkája egyre inkább beérik Székesfehérváron is. Az első félidőnek a valóban klasszikus bécsi ízű Strauss műsorát igyekeztünk egy kicsit magyarabb szempontból megrajzolni. Bízom benne, hogy az összeállítás mikéntje tartogat majd újdonságokat a közönségnek, és hát Boros Csillát pedig nagyon nagy szeretettel üdvözölhetjük valóban, és nagyon örülök annak, hogy az ő személyével lehetővé válik az, hogy megint belekóstoljunk egy kicsit az operáknak a világába. Mit hozhat az új esztendő a szimfonikus zenekarnak? Tudjuk, hogy nagyon nehéz volt a 2021-es a koronavírus járvány okán is. Ez abszolút így van. Most az ünnepi időszakban nagyon biztató nézőszámokat üdvözölhettünk, hála Istennek a koncertjeinken. Nem tudjuk természetesen megjósolni, hogy a járványhelyzet milyen irányt vesz, de nagyon bízunk abban, hogy ennyi év után most már az oltottságoknak hála remélhetőleg mindig élőben játszhatunk majd. Remélhetőleg a maszk használat is egy idő után majd visszaszorulhat, amikor a helyzet megengedi. Nagyon érezzük azt mi a próbákon is, hogy fontos lenne a minél inkább közvetlen emberi kapcsolat a muzsikusok között is, és a muzsikusok és közönségük között úgy szintén. A koncert második felében örökzöld opera melódiákból hallhattunk válogatást. Verdi, Bellini, Csíle, a Puccini és Csajkovszki művei csendültek fel. A szoprán repertoár égköveinek számító áriák előadójaként a nemzetközi hírű operaénekesnő Boros Csilla lépett újra szülővárosa közönsége elé.
Ez a nagy pandémiai csend, ez azt gondolom, hogy mindenkire nagyon nagy terhet rót, rám is. Úgyhogy az új évet itt kezdeni, azt gondolom, ennél szebb felütés nem is jöhetett volna. Az opera szentségét őrizni jött? Abszolút, remélem, hogy sikerül is, és remélem, hogy mindenki nagy örömére. Mivel készült? Verdivel, Csileával, Csajkovszkijjal, Puccinivel, sok-sok nő szereppel, gyönyörű, fájdalmas, sok áldozattal teli életek, sorsok. Nyilván azt tudja, hogy némiképp megváltozott az Alberige Szimfonikus Zenekar vezetése. Ez azt is jelenti, hogy ez az új csapattal együtt egy kicsit többet láthatjuk majd itt Fehérváron? Hát mondhatom azt, hogy új-régi, mert azért van új is, meg van régi is, és azért is mondhatom, hogy régi, mert az újak között van olyanok, akiket már régóta ismerek. Úgyhogy igazából azt gondolom, hogy várom a felkéréseket, de nem hiszem, hogy csak ettől függne, hogy én vissza tudok-e térni, nagy boldogan jövök bármikor. Aki a szimfonikusokat választotta január 1-én, ezúttal sem csalódhatott, a fergeteges koncert megalapozta az új év hangulatát minden koncertlátogatónak. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!